Szép öreget kívánok mindenkinek, mai vendégem Kossuth Díjas színművésznő, egy ország Janka nénie, Pásztor Erzsi. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Köszönöm, hogy eljött. Jó, most mondjuk, hogy ország Janka nénie meg minden, de én bennem két szerep nagyon megmaradt. Egyik a, akkor még nem voltam Magyarországon, később néztem meg Veri az ördög a feleségét, igen. 77-es film, igen. És a macska játék. Igen. És azt nézem, akkor olyan parádés alakításról beszélünk, hogy a komika kifejezés vagy jelző ilyen felszínesnek tűnik. Hát annál is inkább, mivel a macskajáték az inkább tragikomédia. Így van. És attól volt olyan szívszorítóan mulatságos és gyönyörű egyszerre nekem. Nekem is a macskajáték az, a, az, amiben mindent meg lehetett mutatni az emberi érzelemvilág összes létező érzését ki lehetett fejezni. Igen. De melyik az igazi énje? Hát azt nem tudom. Az nekem egy kicsit furcsa, hogy még mindig a Jankára emlékeznek, de hát az igazság az, hogy azt látta egy ország annak idején, ugye nem volt más, nem lehetett választani, hogy ezt nézem, vagy azt nézem, akkor ment a szomszédok, és hálás is vagyok érte, mert még a mai napig is emlékeznek.